Üdvözlök mindenkit! A mérkőzés számunkra sajnos nagyon rosszul indult. Ugyan tisztában voltunk azzal, hogy a Dávidnak az állapota nem tökéletes. Ezt a felvezetőben el is mondtam. Ennek ellenére büszke vagyok rá, hogy vállalta a játékot. A múlt héten, hétvégén még úgy nézett ki, hogy nem lesz kapusunk. Elnézést! A mostani szereplésével kockázatot vállaltunk. Ennek ellenére, hogyha nem követel ezt a hibát, akkor semmilyen probléma nincsen. Nagyon-nagyon nem kellett védenie, el sem kellett vetődnie. A kirúgások jelentettek egyedüli feladatot, illetve három labda lehúzása volt oldalsó beívelés után. A játékunk ezt követően pedig egy azt gondolom, hogy egy mentális gödörbe kerültek a játékosok, és egy olyan ritmustalan, lassú játékot nyújtottunk, amelyet még edzésen sem láttam a srácoktól. Nagyon megfogta, még a szünetben az öltözőben is azt éreztem, hogy nem tudták elengedni a kapott gólt. Ez valamelyest megmagyarázza a gyengébb teljesítményünket az első fél időben, de hát ugye profi játékosokról lévén szó el kell engedni, de az érzelmek azok sajnos kifülkészetetlen cselekedetekre képesek. Második fél időben viszont mind a cseréknek köszönhetően, mind az akarnokságunknak köszönhetően egy picivel nagyobb lendülettel játszottunk, de még mindig nem úgy, ahogy a korábbi időszakban. Hozzáteszem, hogy a Honvéd sem akart kockázatot vállalni, nagyon stabilan védekeztek, megszállták a saját térfelüket, és a fölüverésekkel akartak ellentámadást indítani, amelyet egyébként már nagyon jól tudtunk hatástalanítani. Nem igazán jutottak el a lőcserék előtt a kapunkig, és ugyan nem voltak nagy lehetőségeink, mégis több olyan bejátszott labdánk volt a támadó harmadon belül, azon belül is a 16-osra, illetve a támadó harmadban olyan átlövési lehetőségünk voltak, hogyha egy kicsit nagyobb a fegyelem koncentráció, talán eredményesek lehetünk volna. Viszont a szöglet variáció után sikerült egyenlíteni, és én úgy érzem, hogy azzal megérdemelten visszük el a tegypontot, még akkor is, hogyha ez a második helyen vívott csatánkban nem sok mindent jelent, viszont a harmadik helyet úgy érzem, hogy a pozíciónk ezzel a tegyponttal is erősödött. It was not a nice match, I think, on both sides. A lot of mistakes. We scored easy goal in the beginning, so on that we had the advantage. That was something what we needed. After that, we, especially in the second half, we had few situations where we could score maybe second goal and probably we will win this one. Kishvarda, you saw that it's a very dangerous team. Every time after our mistake, they are very dangerous. At the end, they scored the goal. Like I said, we missed the chance before that to maybe finish easier. It was on us, everything, I think, in this game. We felt a little pressure. Lack of concentration in some situations, and on that we missed the points. I congratulate Kishvarda for winning one point. Azt gondolom, hogy nem volt egy szép mérkőzés, különösen szép mérkőzés egyik csapat részéről sem. Mi sok hibával játszottunk, az elején sikerült egy könnyű gólt szereznünk, úgyhogy előnybe kerültünk, amire szükségünk is volt. Mindenképpen azonban ezután, főleg ugye a második fél időben azért sikerült helyzeteket kidolgozni, amiből meg is szerezhettük volna a vezetést, a második gólt. Ezzel talán hozzásegíthettük volna magunkat a három pont megszerzéséhez, de a Kisvárda tényleg egy nagyon veszélyes csapat, és amikor hibákat követtünk el, akkor abból egyből vissza tudtak támadni, és aztán a meccs vége felé meg is szerezték az egyenlítő gólt. Ugye nekünk tényleg sajnos kimaradtak a helyzeteink, ha valamelyik esetleg bement volna, akkor könnyebben le tudjuk zárni a meccset. Összességében azt tudom mondani, hogy tényleg a mi hibánk volt, hogy nem tudtuk lezárni ezt a mérkőzést. Lehet, hogy kicsit a nyomást éreztük, az is lehetséges, hogy nem koncentráltunk eléggé, és ennek lett végül az a következménye, hogy nem sikerült begyűjtenünk mind a három pontot,
a Kisvárdának pedig gratulálni szeretnék az egy pont megszerzéséhez.